Ez a gaxtazoli meg... Sziasztok! Következő villámkérdésekkel jövünk, és aki a vendégem lesz, szerintem fel sem kell konferálni, de hogyha most találkozunk először, akkor annyit kell tudnatok, hogy ezek fix kérdések, viszont elég mély átütő válaszok vannak. A mostani vendégemmel nagyon régóta vártam, hogy találkozzunk. Majka, nagyon szépen köszönöm. Szevasztok! Hello! Hello. Hogy szólíthatlak ezt? Tök meg akartam kérdezni. Ahogy akarsz. Ahogy Béla. Bélának is. Bélának is szóltad. Hát minden, nem tudom, Majka, Peti, Majesz, bármit, amit szeretnél. Oké, jó. Ahogy majd érezni fogom. Jó. Az első kérdésem fejt az lenne, hogy mi az, amit a gyerekkorodból vagy a szüleidtől emlékszel, a legjobb dolog, amit tanultál? A legjobb dolog, amit tanultam a szüleimtől? Hát sok mindent tőlük tanultam. Anyámnak a habitusát örököltem, anyám pont ilyen volt, mint én. Mindent kimondott, nagyszájú volt, humoros volt, állandóan próbált viccelődni, csipkelődni. A fater meg egy zenész csávó volt, aki hobbi zenész volt, de gyakorlatilag innentől kezdve adott volt az, hogy én a hozom a zenei vonalat, anyám részéről a nagy dumát. Úgyhogy gyakorlatilag én szerintem ezek a legfontosabb dolgok, amiket tőlük tanultam, vagy örököltem. De szerintem nagyjából az ő mixükből állt össze az én énem. Hogyha most visszamennél és találkoznál 20 éves önmagaddal, megpofoznám, vagy megölelgetném? Igen. Hát nem tudom, hát pont olvastam, most olvasom a füves könyvét, és hogy abban van, hogyha találkoznánk a 20 éves önmagunkkal, akkor azt megpofoznánk, vagy hát ugye hát egyáltalán, hogy milyenek voltunk, és ez mit váltanak ki belőlünk, fogalmam sincs. Tehát, hogy azért 20 évesen az ember rettenetesen, rettenetesen hülye. Rögtön megnéztük a izén, egyből null út. Bocsánat, ez a gaxtazoli meg... Azt hazudtam neki, hogy vezet Egyiptom Uruguay ellen. Lesz időt sípolni. Lesz időt sípolni. Azt mondod, hogy jöjjünk egy csendes helyre, tessék. Tökéletes. Szóval szerintem a 20 éves énemet azt hát ilyen csodálkozva néznék rá. Csodálkozva néznék rá, hogy úristen, hogy miket megmertem csinálni annó. De... Tanácsolál neki valamit? Na, minden jó volt úgy. Nekem azt gondolom, hogy mi... Zolika a legrosszabb erre után. Na, szóval, hol jártunk? Ott jártunk, hogy? Mit tanácsolnál neki? Igen. Hát igazából nem tanácsolnék neki sok dolgot. Csinálja úgy, ahogy csinálta eddig, és aztán majd meglátjuk, hogy jobb nem lesz. Tehát, hogy nyilván van egy csomó dolog, amit lehetne változtatni, de igazából minek? Tehát senki élete nem tökéletes, meg senki karrierje nem tökéletes. Nincs olyan tökéletes. Azt gondolom, hogy emiatt nem kell nagyon izgulni, hogy mi lett volna, ha annó valami máskor máshogy történik, vagy nem, mindennek úgy kell. Például ezt az élet hozza meg, emlékszem, amikor ott hagytam az RTL-t, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy 7 éven keresztül gondolkoztam rajta, hogy jó tettem-e. Úgyhogy például annak is 7 év után lett meg az eredménye. Ez a tanács, hogy csináld tovább úgy, mert valamiért úgy kell lennie. Igen, lelkesnek kell lenni, és mindig szívből kell dönteni, én mindig ezt mondom. Ugyanez a kérdés 30 éves korodra? Hát ott már egy picit azért változott a dolog, tehát, de ilyen minimálisokat fejlődik, de szerintem ott így kezd elfáradni az ember. Én, hát a gangsta nem, ő még 52, hát, de már gyakorlatilag ő most jár 17-nél. Hamarosan nagykorú. Igen, nem, soha nem lesz, nem lesz. Tudod, nála úgy van, mint a kutyánál vannak, a gangstánál úgy van, a Zolikánál úgy van, mint a kutyánál, hogy egy év hétnek számít, nála tudod, de pont mínuszban van. Igen. És integet, igen. Igen. Szeretem. Igen. Úgyhogy egy minimális dolog változott, akkor már rájöttem, tudod, hogy melózni kéne egy kis pénzt keresni, nem elszórni az egészet. Hát jár, a 8, akkor megismerkedtem a Hajnival, tehát 8, akkor voltam 30 éves. És akkor ugye már jött a Marián. Mostani fejemmel mondanék-e valamit magamnak? Nem kell annyit dolgozni. Nem kell annyit dolgozni? Nem, tényleg nem. Erre nagyon oda kell figyelni az ember, amikor... Könnyen nagy baj lehet belőle. Nekem is volt olyan rész, életem olyan része, amikor annyira elfáradtam, hogy az nem, és az meló volt. Jó kell magad érezni, ez a legfontosabb. Az, hogy valakinek, most csak mondom, nyilván nem ilyen léptékben beszélek magamról, de valakinek van 10 milliárd forintja, vagy 20,
Abból minden meg lehet oldani, a 10-ből is, meg a 20-ból is, sőt, a 2-ből is. És tehát, igen, és az a lényeg, nem tolni kell lesz, nem igen. Most már az van a zenekarra, mi is megyünk, hogy 5 hetente szünet van, tehát az 5. hét mindig szabad, és akkor én például viszem a gyerekeket, az egész családot. Voltunk most Törökországban, utána megyünk Velencébe, kim voltunk Amerikában. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy én látni akarom, hogy nőnek fel. Tehát én értem, hogy... és velük lenni, az életük része lenni. Igen. És nagyon vigyázni rá, hogy következetes maradjon velük az ember, tehát nincsen elkényeztetés, meg minden megkapás. Felnőnek, kapnak egy lakást, és zsa, mehetnek. Vigyázni kell rá, nyilván ez nagyon nehéz az embernek így. Valahogy. Én vagyok, aki légy is kap a Petit, segítség. Ezt kikötöttem, hogy sem az Olivia, sem a Marian nem kapja meg az én javait. Te vagy az első. Igen. Ő az első szülött fiú, úgyhogy ő ide. Korán kezdted az ipart. Igen. Van valami furcsa dolog, ami történik veled? Nagyon elkezdett nőni a... Nem, furcsa dolog, nem. Furcsa dolog, hát például az, hogy már nem annyira hosszúak az éjszakák. Tehát például nekem nagyon furcsa dolog magamon az, hogyha mondjuk most már voltunk a Gyulán fellépni, azt hiszem egy hete, és este későn kezdtünk 11-kor, és amúgy is szar az autópálya arra, és 3 óra 40 perces út volt le, 3 óra 40 perces út volt vissza, és 6-kor feküdtem le, figyelj! 2 napig, mint egy roncs. Káó. Mint egy roncs. Régen meg minden nap 6-kor, 7-kor feküdtem le. És volt mondjuk az életedben, amit cikinek éreztél magadba, és változtattál rajta? Szerintem hasonló fajta emberek, mint én, azok elégedettek magukkal. Hopp, megjöttünk! Les. Szóval nem, szerintem azok fajta emberek, akik elérik azokat a sikereket, amiket mi, azok makacsak, azt gondolják, hogy minden nagyon jól tudnak, és sok esetben nagyon nehezen változtatnak bizonyos dolgok. Ugye mellé volt, nem volt gól. Szóval nem. Szóval nem nagyon. Majd még gondolkozom, majd hiszem, hogy később elmondom. Rajta. És egy olyan dolog, amiben az elmúlt években megváltoztattad a nézőpontodat? Megint Atikának csak a hülyeség jár, ez így csúdosra. Hát a fiúk. Nem, a nézőpontomat olyan politikai dolgokban változik a nézőpont, ami viszont nem tartozik a nagy nyilvánosságra. Egyébként ez fura, mert én amellett, hogy azt mondom, hogy nagyon makacs vagyok, amellett szerintem engem a televíziózás egy dologra tanított meg, hogy meg kell hallgatni a másik ember véleményét is. Tudod, azért ott egy kreatív csapat működik, és ott nincs az, hogy te kimondod azt, hogy akkor ez történjen, és ez van. Mint például itt a zenekari résznél, itt azért, amit mi mondunk Atival, azért úgy történik nagyjából. Ott van más vélemény, és időnként az a másik vélemény, az jó. Tehát amikor elsőre azt gondolod, hogy borzasztó nagy baromság, az lehet, hogy utána, így amikor megcsinálod a gyakorlatban, akkor azt mondod, hogy ilyen már volt, hogy gyerekek, ez működik, tehát ez jobb, mint én amire gondoltam. És még az elején is ugyanígy voltál ezzel? Puffogtam érte, nyilván mindig, de szerintem az elejétől kezdve megvan bennem a hajlam arra, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudok magamban elpalástolni. Tehát ilyen az, hogy mondjuk a szaremberekkel nem tudok jól pofizni. Nem tudok barátkozni. Aki hazugság, ha hazugság és sunyiság van a környezetemben, akkor mindegy, milyen érdek fűződik ahhoz a dologhoz, az nem bírom magam mellett elviselni. Tehát az előbb-utóbb kibukik. Én soha nem tudtam kivel kell eljárni, vacsoráznom, soha nem tudtam, hogy kivel kell jópofiznom ahhoz, hogy nekem több legyen. És van olyan ember, aki ezt úgy míveli, hogy parádés, tehát erről szól a karrierje. Ebből él meg, igen, és gyakorlatilag felfele bukik minden egyes alkalommal. Majdnem mondtam nevet is. Szerintem ez egy jó tulajdonság. Tehát ami volt rossz tulajdonság, azért abból lett egy ilyen jó tulajdonság. Egy kicsit át, na, ebbe változtam, tessék. Itt tessék, meg van a válasz. Visszafordítottuk. És ez egy ilyen self-high-five volt. Igen. Van olyan idézet vagy elv, ami mentén éled az életed? Igen, van. Méghozzá a legfontosabb az, hogy segíteni kell azok az embereken, akik igénylik. És hogyha nem tudsz rajtuk segíteni, akkor úgy kell élni az életet, hogy ne bántsd őket.
és nem csak őket, minden ember. Tehát, hogy mindenki segíteni kell, akin tudsz, és ha nem tudsz, akkor nem szabad őket bánni. Ezt mindig el is mondjuk, egyébként a koncertnek van egy ilyen része. És ez egy olyan szép idea szerintem, amit így nagyon lehet terjeszteni. Tud, én megmondom, ha én beszarok a gatyámba, akkor beszartam a gatyámba, és miután megmondtam, onnantól kezdve már nem nagyon van belőle... Nagy, tehát ez nem egy nagy dolog, miután te elmondod magadról. Én ezekben a dolgokban próbálok egy ilyen viszonylag egyszerű csávó maradni, és így lesz az egész rendszer, szerintem ettől bonyolult. Mitől leszel izgatott? Mihoz izgalomba? És ezt megint el lehetne poénkodni. De remélem nem a fiúkat mondod megint. Nem, hogyha most komolyra fordítam azt, hogy mitől jövök izgalomba? Hú, ez nagyon jó kérdés. A kártyától igen, az nagyon bírom a kártyát. A játéktól magától. Nem is a kártyát mondom, hanem maga a játék. Például én totál boldogtalan lennék, hogyha most 11 000-en lesznek este ma itt ebben a buliban, full teltházban, és időjárástól függetlenül ugyanannyi a gázsink. El van adva az összes jegy. Ha esne az eső és nem jönnének el csak 8 000-en, engem nem érdekelne, hogy mennyi a gázsi. Tehát legyen tele, érted? Tehát legyen tele, hogy engem ez jobban izgat, mint mondjuk, nem tudom, más. Amúgy esténként vagy hétvégenként milyen szenvedélynek élsz? Asszonyal szexelünk sokat. Asszonyal szex. És a fiúk az már most. És a fiúk természetesen, igen. Amikor, micsoda. De hogy milyen szenvedélynek? És a cigit is letettem, esténként megiszok egy 2 pohár bort általában, hogy jobban aludjak, például Xboxozom, Fifázom, rengeteget focizom. És akkor melyik csapattal vagy? Én Barcelona és Manchester United szurkoló vagyok, úgyhogy abszolút. És akkor most spanyolok vagy angolok? Nem ezen a meccsen a Uruguay egyébként. A spanyoloknál ott ez a retkes Ramos, tehát nem tudok nekik szurkolni, ezt valahogy ki kellett volna tenni már nagyon rég a csapatból. Van olyan dolog, amiben hiszel te, de nehezen tudod bizonyítani? Az, hogy ő a legjobb. Tehát hisz benne, csak nehezen. De jó, igen. Igen, talán ezt is mondhattam volna. Tehát például nem hiszek, én tudom például, hogy a Petőfi Rádiónál például, hogy azért nem játszanak minket, mert utál minket a programigazgató, mint a szart. De nem tudom bizonyítani, mert annyira sunyi aljas, hogy azt mondja, hogy nem. Hogy nem. Igen, és ő ezzel elintézte, és tudja, hogy ez sajnos ez le is akad, ez a dolog. Jó. Ez el is akad, igen. Tudom, például ez egy nagyon, és például most voltam az Artisusnál bent, és mondták, hogy mennyit keresünk egy nótával mi, akiket mondjuk a Gong FM játszik, és mennyit keresnek mondjuk azok az emberek, most nem mondok neveket, akik mondjuk a Petőfinél vannak rotációban. Tehát én 270 forintot, ők 2700. Tízszer annyit, igen. Látsz valamit a világban, amiben hisznek, és szerinted totális baromság. Mondják emberek, hogy na ennek így kell lenni, ez szerinted egy Köszönöm szépen. Ez is egy jó dolog. De például olyan a Ferencvárosnak a szeretet. Tehát nagyon sokan hisznek benne. Nagyon sokan hisznek benne, szeretik a Fradit. Hajra Újpest! És nem értem, hogy... És én tudom, hogy ez egy totális baromság. És én nem értem, hogy ez hogy lehet. De ők hisznek benne. Mik voltak a fő döntéseid, ami miatt te lettél Majka? Sziasztok! Szia Laci! Szia Laci! Big Daddy el a házba! Nem szeretnék nagy szavakat használni, meg semmi. Olyan dolog, alázat, meg ezeket én erre szeretném engedni. Szerintem, amit már egyszer beszéltünk itt az interjúját, hogy szívből csináltam mindent. Tehát az emberek, amikor engem megnéznek, akár most is, akár a tévében, akkor ők vágják, hogy nem vagyok egy kamucsávó. Rengeteg ilyen pontja volt az életemnek, volt a TV2-n, és annak idején, mikor még nem voltam leszerződve velük, egy olyan, amikor azt mondtam, hogy nem. Aztán a Dope-mennél is volt egy olyan, amikor azt mondtam, hogy nem, ez tovább nem, tehát onnan is el kellett jönnem, mert láttam, hogy az nekem nem tetszik, ami ott van. Az, hogy ebbe az egész világba bement és ugye indult mondjuk egy való világgal, ott mi volt a döntési mechanizmusod? Sohasem semmi. Menni kell, csinálni. Hát nem csináltam semmit, épp ráértem. Épp nem volt egy forintom sem, és épp ráértem. És benne meg nem kellett költeni a pénzt. És benne meg nem volt pénz, nem volt semmi, csak egy kívánságlista, hogy felírhat, hogy mit szeretné enni, meg inni, meg cigit hozzanak, és hozták. Kudarcokról fogunk beszélni. Nagyon nehéz mondanom bármit is. Mert nincsen. Ez nagyképű, Zoli. Micsoda? Azt mondta, a kudarcokról akarok beszélni. Nagyon nehéz mondanom bármit is. Kudarcok voltak az életben, meg zenében is. Például legutoljára, amit a Voltos himnusszal csináltak ezek a férgek, hogy ezt így szétkapták, hogy az a nóta... Mi az a szám? Hogy kijött velünk egy időben 4 olyan nóta, ami értelmezhetetlen, felfoghatatlan szöveileg, zeneileg, és egy szót nem írtak róla rosszat, minket szana szétmartak, de nyilván ez a nagyságnak az átka.
tudod, hogyha nem jön össze valami, nem olyan, mint eddig, kilép a szokásos mederből, akkor fél tőle, és akkor inkább elítéli, mint hogy azt mondja, hogy nézzük meg, hallgass. Ez olyan, mint a Justin Timberlake-nek most kijött az új dala. Figyelj, baj az, hogy valaki nem mindig ugyanazt akarja csinálni, tehát hogy így, sőt, tehát hogy ezt meg kell valahogy, meg kell próbálni megújulni. Tehát és amikor meg megírod, hogy ezt nem azért csinálom, hogy te jól érezd magad, én nem azért csinálok nótákat, akkor meg azt mondják, hogy nem, micsoda nagy képviség. Hát mi azt gondolod, hogy azért születnek a izék? A dalok, hogy jól érzed magad? Nem. Az azért születik, mert én azt akarom, hogy kiírjam magamból, vagy hogy csináljak valamit, ami nekem tetszik, és hurrá, örülünk, ha másnak is. Hogyha másnak nem, is. Akkor meg ez van. Igen, de nem kell kenyúskodni, meg újságot, cikkeket írni róla. A legkedvesebb az, amikor kommentből írnak cikket, tudod? Tehát te egy most kiteszed ezt a videót, és odaírom, hogy ja, én láttam, hogy te izértél, dugtál egy kutyával, és születik belőle egy újságcikk, hogy a Majka dugott egy kutyával. Forrás, YouTube komment. Hát ez, és ilyet engednek, és klikkelnek, és emberek, otthon ülnek, azok úgy gondolják, hogy tényleg dugtál egy kutyával. Tehát, hogy és amúgy tényleg, na mindegy. Az egy más dolog, hogy tényleg, de amúgy mindegy. Mi volt a legjobb befektetésed életedben? Hát a Curtis. Köszönöm szépen! Tudod, a gyárban vannak ezek az amortizációk, a műszaki agyat. Itt is le kell érni. Itt is az atikát, az havonta kell cserélni, igen úgy. Hát annyi, hogy de hát azon nem lehet mit csinálni. De akkor így kompenzáltok egymást, és egy két átlagos kép. Igen, abszolút. Legjobb, nem volt ilyen, én nem vagyok jó üzletemben. Mondjuk egy 20 ezer forint alatti, ami tényleg nem is az, hogy pénz, mondjuk, hogy megtérül, vagy eset, de valami tárgy, vagy kis élmény, ami mondjuk 20 ezer forint alatt, és így. Hát figyelj, 20 ezer forintot képes vagyok elkölteni valamire, ami 20 percnél tovább nem tart, csak legyen meg az élmény. Ja, itt remélem, nem a csajokra gondolsz. Jó, de jó. Nem. Tehát, hogy így. Nem láttam, és a gyereknek vettem egy ilyen kifestő tetkós készletet, te csináld meg a tetkót, vannak ilyen minták, és nem láttam, hogy mennyibe kerül, csak vettem egyet a Mariannak is, meg az Olivernek is, egy ilyen verdásat, meg egy ilyen mit tudom én milyen, és a kettő együtt volt 19 ezer forint, mikor a pénztárnál szembesültem, mert mondtam, hogy mi? 19 ezer forint? Jó. És aztán a világ legjobb élménye, hogy festem a gyereket, tehát 190-et is megér az, hogy az ott, igen, hogy ott együtt csinálod vele. A legjobb befektetés 20 000 forint alatt, az nem tudom mi volt 20 000 forint felett, az, hogy elköltöztem Fótligetre. Az, amint egy született feleségek lila akác közben élünk, ez én nem is tudom elmondani. Tehát olyan szintű nyugalom, meg olyan szintű béke honolott kint, hogy gyakorlatilag annál nagyobb befektetés hosszú távon, az, hogy én itt rendben legyek fejben is, meg a család is, az a legjobb. Van olyan könyv, amit gyakran ajándékozol? Van, de én nagyon kutyákat, nagyon kutyákat olvasok. Én engem nagyon leköt a szórakoztató irodalom, nevezzük ennek. Mondjuk pont mondom, most a füves könyvet olvasom. Az mondjuk nem ez a Nem, de az egy nagyon jó, tele olyan mondattal, amit a saját életedben tudsz hasznosítani. De a legtöbb, amit szerintem ajándékoztam és ajánlottam, az a Z-World volt, a Z-világháború. Figyelj, azt mindenkinek mondom, hogy olvass el, meg semmi köze a filmhez. És egy olyan könyv, hogy elolvasod, és ezzel azt gondolod, hogy fasság, mert zombikról szól, meg minden, és olvasod, és azt mondod, hogy ez nem hiszem el. Fogadnál egy óriás plakátot, bárhova helyezhetnéd, és bármit írhatnál rá. Hova tennéd, és mit írnál rá? Ki ide valahova, a környékbe, a 9. kerületbe, ide valahova, és a Curtis meleg, azt írnám rá. És lenne egy második, ami mondjuk egy komolyabb üzenet? Azt, hogy tényleg. Igen. Van bármilyen reggeli rutinod? Mondjuk, hogy hogy néz ki az reggeled első 30-60 perce? Felkelek és, nem kelek ki az ágyba ebből, hanem megpróbálok valahogy ott asszimilálódni az élethez. Úgyhogy ilyenkor átnézem a híreket, nagyjából megnézem, hogy ki üzent, ki nem üzent, elintézek egy-két telefont, küldök egy-két e-mailt, akkor kikelek az ágyba és elmegyek edzeni. Hogyan menedzseled a social media, e-mailezési, bármi trükkjeid vannak? Semmi? Sehogy. Ez nagyon fontos. Sehogy. Lúzer, nem lehet. Jó, de jó.
az a legnagyobb barom szerintem, aki ezt menedzseli. A legrosszabb beállított képekkel, a legrosszabb szarcuccokkal. Van egy-két kötelező promóció, amit ki kell tenni, akikkel szerződésbe állunk, a Coca-Colával, vagy ruhákkal, Pepével, bármivel. Ezeket kirakjuk meg egy csomó minden mással, és ezeket kitesszük, vagy ilyen egyedi megállapodás, de egyébként semmit, hogy én hogy nézzek ki a képen. Isten, van egy csávó, felhívtam, nem mondom meg a nevét, mindenki ismeri, de hogy akkora parébe az meg felhívtam, és kérdeztem tőle, figyelj, mondom, hogy lehet, hogy ilyen kibaszott jól nézel ki a képeken? Hát mondom, fogytál, vagy voltál valami műtétem? Nem, azt mondja, kókuszvizet iszom már évek óta, úgyhogy amiatt elkezdtem is kókuszvizet inni, mert annyira idegesített, hogy mondom, egy ilyen kalácsképű hülye volt, nézem az Instagram képeit, és halál jó képű csávó. És kiderült, hogy ezt a FaceApp alkalmazást használja, és a haverjának, az ismerősének nem mondja azt, hogy hát ugye a FaceApp-ot használ. Most tudnék itt mondani neveket, tehát lányok, akiket itt felkaptak, és olyan szép, hogy rizsokból lettek médiasztárok, hát ez a kedvencem, És hogy ők minden egyes port képet beállítva, befényelve, agyoneffektezve, hát óriási. Na mindegy. Igen. Utolsó kérdés. Ha minden erőforrás rendelkezésedre állna, ez lehet idő, pénz, bármi, amit el kell érned, mit csinálnál? Hát valami nagy egészségügy dologot, amivel lehet segíteni sok emberen talán. Először is lenne egy injekció, amit ha beadnék Wayne Rooney-nak, akkor visszaállna a régi formájába, vagy annál jobb lenne, és nem ilyen gyalázatosan érne véget a karrierje. A második injekció, nem tudom, rák vagy écellenszer, vagy valami olyasmi, ami rengetegen gyógyulnak meg, vagy rengeteg embernek jobb lesz. Sokan mondják, hogy a világ néha úgy jó, ahogy van, mert van egy természetes kiválasztódása, úgy betegségekkel. Abban a világban, amilyen az ember lett az elmúlt 100 évben, hogy abból az érzelemmentes, nem is tudom, halált könnyen felfogó emberiségből most már gyakorlatilag a cicáknak lassan több jogú, a tál zöldségnek lassan több joga lesz, mint egy, vagy ugyanannyi, mint egy embernek. Így gyakorlatilag most már azért nehéz nézni azt, amikor a szemünk előtt zajlik a social media által, hogy halnak meg emberek, gyerekek, hogy lesznek betegek. Tehát ezt azért én ezt nagyon nehezen viselem el. Ebben én nagyon rosszul érzem magam. Úgyhogy valami, például a gyerekeken, na ez nagyon fontos, hogy a gyerekeket, az egy dolog, hogy felnőtt vagy, öreg vagy bármi van, f***ságot csinálsz, kábszerezel, gyorsan mész az autóval, baleseted lesz, elkapsz valami betegséget, maradandói, azokon is, aki nem tett róla, azokon is, de a gyerekeken, hogy azok miért szenvednek, azt nem is értem, azt nem tudom, hogy miért van így a világban. Be kell állnom. Közben elköszönök, és szerintem menjünk oda. Nem olyan beállás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt. Köszönöm, élveztem. Éppen gyakorolnak a koncertet, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek az videót. Hogyha most találkoztunk először, iratkozzatok fel mindenféleképpen, és a csengőre is nyomjatok rá. A következőben jövök. Sziasztok! Most innentől kezdve semmi nem lesz meg nekünk, ha megjött a gangsta család. Jó. Szia te! Ne haragudj, de meg kellett szívassal a De egy pillanatra elhittem, és... Tudom, elhittem. Várom, meg várj meg. Eredmények. Róról hetedik per... Na jó. Zoli, ülj már oda a izék mellé, a ték mellé, mert ott egy kamera előtted. Ez a legjobb part, én rólad. Ez a legnagyobb moslék a világon.